Nagyon sok szeretettel köszöntöm a 2020-as Mikulás Fizika nézőit itt az online térbe, és hát igazából szeretnék bemutatkozni. Hertlen Károly vagyok, a Műegyetem Fizika Intézetében dolgozom, hobbim a fizika tanítása, és a feladatom is egyben az, hogy itt a Műegyetem nagy előadójában fizika kísérleteket szoktam bemutatni. Éppen ezért, amikor kitaláltuk a Mikulás Fizikát, azt a 2007-ben csináltuk először, akkor a Műegyetem dolgozóinak, a gyerekeknek, unokáknak találtuk ki ezt az eseményt, és hát azóta is szeretettel várunk mindenkit. Ebben az idei évben egy elektrostatikus kísérlettel fogjuk kezdeni a kísérletet. Elsőként egy ilyen nagyon ravasz szerkezetet szeretnék bemutatni, ezt Wim Hertz-féle megosztógépnek, vagy Wim Hertz-gépnek hívják röviden. Azt kell tudni, hogy Wim Hertz azon dolgozott, hogy minél nagyobb feszültséget és minél nagyobb töltésmennyiséget tudjon létrehozni. Ezért ennek segítségével alkotta meg ezt a szerkezetet. Ez egy igazi csoda, megnézzük, azért forgatom, hogy mindenki megnézhesse körül minden oldaláról. Itt van egy forgatókerék, tehát egy kézikerék, ennek a kézikeréknek a segítségével lehet megforgatni a berendezést. Itt kettő darab korong van, és az egyik korong ebbe az irányba forog, a másik vele éppen átellenben. Vannak ilyen átkötő vezetékek, itt van egy ebbe az irányba, körülbelül a vízszintessel 45 fokot zár be, a másik pedig rámerőleges. És a leglényegesebb dolog, hogy ez a megosztógép úgy működik, hogy egy egész kicsi töltése van ezeken a lejdeni palackokon, és ezeknek a lejdeni palackoknak a segítségével ezeket a szegmenseket, ezeket a szektorokat fel tudjuk tölteni, és utána egy öngerjesztő folyamat segítségével tudunk töltéseket szétválasztani, tehát ebből a Wim Hertz-féle gépből elektromos töltés nem lép ki, hanem az itt levőket szeparálja pozitívra és negatívra. Nézzük meg, hogy hogyan. Ha megforgatom ezt a szerkezetet, akkor egy darabig nem történik semmi, egyszer csak elkezd sísteregni, és aztán csattan egyet, és gyakorlatilag ebből lehet látni, hogy ahogyan gyártja az elektromos töltéseket, amikor a töltések száma akkora, hogy az általuk létrehozott tér meghalad egy értéket, akkor át fog ugrani a szikra a két elektród között. No, hát ezzel a Wim Hertz géppel szeretnék most bemutatni egy kísérletet. Nagyon játékos kísérlet, hogy aztán mi lesz a végeredménye, azt majd mindjárt meglátjuk közösen. Itt egy olyan berendezést kapcsolok most a Wim Hertz géphez, amely hát egy két darab csengettyűből áll. Itt a jobb oldalán, meg a bal oldalán is van egy ilyen kis csengettyű, és a két csengettyű a pozitív, illetve a negatív oldalhoz van hozzákötve. A csengettyűk között pedig egy nagyon könnyen elmozdulni képes kis fém golyócska, egy madzagon lóg. Abba az esetben, hogyha kinyitjuk a Van de Graaff generátornak a szikra közét, is meg, vagy a Wim Hertz gépnek a szikra közét, és elkezdjük kézzel forgatni, gyönyörűen lehet látni, hogy a csöngettyű elkezd szólni, azért, mert az elektromos töltések hol az egyik, hol a másik húzza magához ezt a golyót, amikor a golyó hozzáér ez a töltött csöngettyűhöz, akkor ott elektromosan töltötté válik, az azonos töltések taszítják egymást, és ennek eredményeként a csengettyűnk folyamatosan mozog, egész addig, amíg töltése van, hogy mindenki jól hallhassa, egy picivel közelebb hozom magamhoz ezt a csöngettyűt, megforgatjuk a Van de Graaff generátort, és ahogy hallom, ez a csöngettyű, ez nem csak meghozta nekünk a Mikulást, szeretettel előző, szervusz Nóra. Hadd mutassam be Balogh Nórát, aki ebben az évben, a múlt tanévben végzett itt a Műegyetem Fizika Intézetében, az MSC-n nanotechnológiával foglalkozott, és azt mondta nekem, hogy most egy kicsit elfajult. Mondja most csak. Adatelemzőként dolgozom. Úristen, ez mit jelent? Ez az adatok világában bármi mesterséges intelligencia és egyéb izgalmakkal töltöm az időmet, úgyhogy... Hát ezt majd egyszer máskor beszéljük, mert most inkább kísérletezzünk. Majd talán lehet, hogy ebből is összeállíthatnánk egy kísérletet. Jó,
állok elébe. Az a helyzet, hogy ez a megosztógép, ez egy zseniális eszköz. Azt akarom mondani, hogy nagyon kevés tankönyvben van jól leírva a működése. Tehát vannak, ahol jól le van írva, csak nagyon bonyolultan. Menjünk oda előre, hozom magammal ezt az eszközt, és csináltam egy szerkezetet. Ezzel a szerkezettel fogunk most kísérletezni. Addig meg is mutatom ezt a szerkezetet így a kamerának, hogy ide jövünk, ide mit középre. Lehet itt látni. Hogyha jól látjátok, ez itt egy tál, és a közepén lévő két szál össze van kötve, illetve, ha megnézitek, így a keresztben álló szálak is egymással össze vannak kötve, itt az edény hátulján. Igen. Most annyit azért mondjunk el, hogy ezek a csillogók, ezek igazi alumínium lemezek, tehát ez azt jelenti, hogy ezek valójában fémek, és még ott vannak a golyócskák, azt még szeretném elkérni. A kísérlethez szükségünk lesz még két darab pingponglabdára hát egyszerre csak egyet csodasz tartalék. Az a lényeg a dolgoknak, hogy ez a pingponglabda meg azért ilyen elképesztően csúnya színű, mert hogy én ezt grafittal befújtam, grafit festékkel, tehát ez egy vezető, tehát ha ohmmérővel megmérnénk, akkor ez nagyon jól vezeti az áramot. És hát tulajdonképpen azt szeretnénk megmutatni, hogy az elektrostatikus erő mekkora. Szeretnénk elektrostatikus erővel megmozgatni. Nóra, kérlek, hogy tedd be a golyót ide. Menjünk közelebb. Az a helyzet, hogy azok számára, akik szeretnének a tanterembe körülnézni, szeretném megmutatni az operatőrünket, Hertlen Károly György az én fiam, és amikor néha azt fogja mondani, hogy nem jól lát a kamera, akkor kénytelen leszünk odafigyelni. De te rád is vonatkozik, Nóra. Most jó? Szuper. Most jó. Akkor tulajdonképpen az lesz a megoldás, hogy én fogom, elkezdem, óvatosan ne nyújj bele. Igen, tehát hogyha elkezdjük ezt a Wim Hertz gépet feltölteni, és amikor ez elkezd fölgerjedni, és majd fogja adni a szikrákat, egy pillanat, akkor úgy fogjuk megcsinálni, hogy akkor azt fogjuk látni, hogy a golyócskánk elkezd mozogni, ide-oda, egyelőre még nem tudja, hogy merre menjen, de az látszik, hogy egy pozitív és egy negatív között mozog. Igen. És egy idő után szépen kialakul ez a körkörös mozgás itt az edényben. Most akkor meséljük már pontosan a nézőknek, vagy pontosan mi is történik, Nóra. Hát vannak pozitív és negatív töltések, és bizony, hogy az egyik vonza, a másik taszítja, és tulajdonképpen itt az elektrostatikus erő az, ami körbe-körbe itt szépen mozgatja a labdánkat ebben a tálban. Úgy könnyebb legyen mozogni, vagy mutogatni, mert hogyha most belenyúlnánk, az megrázó élmény lenne. Tehát az a lényege, hogyha például itt van ez a golyó, akkor ezzel az alumínium lemezzel megegyező előjelű töltést fog kapni, az azonos jelű töltések taszítják egymást, és akkor vagy erre fog elindulni, ez kialakul, innen elmegy ide, ahogy eljön ide, ugye ez az ellenkező jelű töltés az vonzani fogja, ez taszítja, az vonza, tehát ő gyorsulni fog. Itt kicseréli a töltéseit, és akkor ebben lesz már utálkozóba, és akkor megy tovább, és így körbe-körbe megy. Talán megnézhetjük még egyszer. Tehát ez azt jelenti, hogy elektromosan föl kell tölteni ezt a szerkentyűt. Igen. Így mindjárt indul ez. Igen. Megkapja a töltést, és akkor egy pozitív és egy negatív között szánkázik jobbra-balra, és egyszer csak már fogja magát, és ki fog alakulni egy körmozgás. Most képzeld el, Nóra, igen, hogy miközben délelőtt ebben kísérleteztünk, vagy délután, fiammal megszámoltuk, hogy egy perc alatt körülbelül 100 kört tesz ez a golyó, 25 cm körülbelül az átmérője ennek a pályának, és 1 grammal számoltuk ki a tömegét, tehát megmértük 1 gramm a tömege egy ilyen pingponglabdának, és hogyha megnézzük, mennyi a mozgási energiája, az 7 elektron volt. Ez persze most a kicsiknek nem sokat mond, de azért gondoljuk el, hogyha veszünk a 7 elektron voltnál 1 milliárdszor nagyobb energiát, és ezt a
pingponglabdát lekicsinyítjük egy proton méretére, akkor pontosan eljutottunk a CERN-féle részecske gyorsításhoz. Tehát ezt tulajdonképpen mondhatjuk, hogy egy óvodás kísérlete a CERN-nek. Egy mini részecske gyorsítás. Egy ilyen preliminári experiment, ahogyan az angolok mondanák. Tehát akkor igen, mindenképpen érdemes ezt megnézni. No, szerintem, oda menjél vissza, a... jövök én is mindjárt, csak ezt eltesszük, és akkor... Következik a kedvenc kísérletem, hogyha már itt az elektrosztatikánál tartunk. Hát kezembe veszem ezt a csodálatos varázspálcát, azért elmondanám erről az eszközről, hogy ez nem egy mezei varázspálca. Hát egy egyszerű fizika tanítására alkalmas játék, tehát igazából játékként meg lehet vásárolni. Sajnos Magyarországon nem találtunk forgalmazót, de érdemes megnézni. Igen. Mit kell tudni róla, hogy ezen a részen itt van benne egy pici villanymotor, ebben a nyelében van kettő darab ceruzaelem, és tulajdonképpen ez egy elektrosztatikus gép, de nem egy Wim Hertz gép, hanem egy Van de Graaff generátor, ott később látunk egy nagyot. Szuper. Tehát... De erre még várni kell, addig pedig nézzük meg, hogy mit tud ez a varázspálcánk. Először is ráhelyezek a varázspálcára egy ilyen tárgyat, és megnyomtam a varázspálca gombját, és egyszerűen ez szépen feltölti ezt a kis lemezt. Hát mindig a kezed felé megy, mert az a másik rész. Igen, igen. Igen. Na, most tulajdonképpen azt kell tudni erről a műanyag fóliáról, hogy vezetővé tették, tehát elektromosan feltöltöttük, pontosan olyan előjelű töltése van, mint a Van de Graaff generátornak. Hát nagyon jól mutatja, hogy a távolabb levő vége. Egyre távolodik tőlem ez a kis... Igen, a taszítás az ilyen. Taszítás miatt. Úgyhogy talán lehet, hogy meg is mutatom még egyszer, hogy itt a kamerán gyere belül legyen. Gyere egy kicsit elébb. Itt az asztal mellett. És hát egyre inkább távolodik a varázspálcámtól majd ez a kis fólia. Igen, tehát most kell egy kis idő a töltéshez. Egyébként az eszközről annyit hadd mondok el, hogy azt írták le a leírásában, hogy nem tud annyira föltöltődni elektromosan, hogy gyereknek kárt okozzon-e, tehát áramütést nem tudunk kapni, még picit kellemetlen sem. Tulajdonképpen az egésznek a legérdekesebb része ez a vége, mert hogy ez úgy van megcsinálva a vezetőre, hogy akkor az ellenállása, hogy még ki tud alakulni nagy feszültség, ami a kísérlet elvégzésére fontos, viszont áramütést nem fogunk tőle kapni. Hát és most... Ez a kedvenc játékom. Ez azt el tudom képzelni. Most pedig nézzünk egy rejtvényt. Szuper. A rejtvényt rögtön meg is fogjuk oldani, de nézd, hoztam egy üvegpoharat, hoztam egy papír, vagy egy fémpénzecskét. Ez a fémpénzecske úgy van kiválogatva, hogy viszonylag nagy a szélessége. Ha van kedved, megnézheted, mi van ráírva. Ilyen pénz, ez nem nagyon került a forgalomba. Volt egyszer egy elektrotechnikai múzeum, és ennek az elektrotechnikai múzeumnak a pénzérmével kísérletezünk. Eszenszky Sándor barátomtól kaptam még annak idején. Azért nagyon kellemes, mert ők ott saját gépükön ott verték a pénzt. Hát azoknak, akik ott megvették a belépőt. Na, tegyünk erre a pénzre egy gyufaszálat. Úgy akarom föltenni, hogy ez egy ilyen libikókaszerűen meg is álljon, és akkor most figyelj, leborítom, és az a feladat, hogy le kell szedni a gyufát a pénznek a tetejéről, nem lehet az asztalt lögdösni, hozzá se szabad érni, a pohározott meg végképp nem szabad. Hát Karcsi, én tudom, hogy te ravasz ember vagy, úgyhogy biztosan van ennek a kísérletnek egy megoldása. Hát nézd, a blokkot, ha megnézed, az a Wim Hertz gép elektrosztatikus gép, a csöngettyű elektrosztatikával működött. Így van. A pingponglabda gyorsítás elektrosztatika. Szerintem próbáljunk is ki valami elektrosztatikát. Nézzük. Igen. Én itt találtam egy műanyag rudat, illetve... Ez egy egyszerű cső, tehát egy olyasmi cső, amit otthon lehet találni, ez egy falba ilyennel vezetik az áramot, tehát a csöveket ebbe teszik igen, bele. Igen. Illetve igen? Van egy kis szörmés kesztyű is, ugye igen. Most elég hideg van már. Igen. Nem árt, hogyha és van. Akkor ez dörzselektromosság. Dörzselektromossággal. Csak most kézzel saját magunk dörzsölünk. Ugye ennek az összedörzsölésnek az lesz az eredménye, az egyik pozitívan, a másik negatívan töltődik, és hát gyakorlatilag, hogyha jó helyről közelítünk, akkor el lehet mozdítani. Na, már elforgatni el sikerült, akkor tovább forgatod, egyszer csak le fog billenni, és akkor tulajdonképpen
Úgy is van, mert majdnem. Úgy is van. Nagyon ügyes. Köszönöm. Tehát gyakorlatilag sikerült megoldani. Egyébként, hogyha csak azért mondtam, hogy ez egy olyan cső, hogy egy vonalzóval is meg lehet csinálni. Igen, ez tehát egy otthon is elvégezhető kísérlet. Mindenképpen arra igyekszünk, hogy egy otthon is elvégezhető kísérlet legyen. Szerintem talán egy 100 forintossal is működik, még ha nincs is ilyen szuper pénzérmény otthon. Hát biztosan működik. Mivel foglalkozunk? Játszunk? Játszunk. Ha már egy ilyen játékos. Igen, készültem játékokkal. Feladvány. Várjál, csak mutatok neked egyet, ez... Ó, hát ez még kisincs bontva. Kisincs bontva, de hát azért már én kibontottam, csak visszacsomagoltam, mert hát, tudod, a működés az, hogy itt működjön, az fontos. Így van. Hát nézzük meg, mit rejt. Ez olyan, mintha karácsony ajándékomat csomagolnám. Tehát annyit elmondtak a gyártók, hogy ez a két vége, ez egy mágnes. Egy-egy mágnes, ez pedig egy acélból készített két karika. Ha ezt ide szépen ráhelyezzük, akkor ezek a mágnesek ott maradnak rajta, és amint látod, ezek szépen így körbe-körbe mennek. És hogyha az ember jól mozgatja... Tehát... Hát, zseniális. Na, szóval az a lényeg a dolgoknak, bocsánat, hadd vegyem a kicsit a kezembe. Hát itt tehát, ugye a forgás. Az ember, igen, tehát azt kell tenni, hogy lehet forgásra kényszeríteni. Amikor a mágnes ide vonzódik a két oldalához, akkor folyamatosan egyre nagyobb és nagyobb fordulatszámmal fog forogni. És nagyon amikor egy fordulatszám egy kritikus értéket elér, akkor itt van egy speciális úgynevezett centrifugál kapcsoló. Nagyon könnyű elképzelni, képzeljünk el egy panelt, egy fémes panelt, arra rá van ragasztva egy ilyen pici vékony drót. Ezt a pici vékony drótra ráhúztak így egy rugót, és azt is rögzítették. Amikor a rugó a forgás révén kifelé elhajlik, rövidre záródik, és abban a pillanatban megszólal ez a rész. Tehát itt nincs kapcsoló, hanem a fordulatszám fogja kapcsolni. Talán meg lehet mutatni, hogyha így megporgatjuk, akkor is rögtön elindul, illetve adom a kezedbe, játsszál egy kicsit, addig hozom a következőt. Rá kell jönnie. Igen. Egyébként, hogyha az ember ügyesen játszik vele, akkor meg tudja nézni, hogy mekkora az a forgási sebesség, amelyiknél ez az egész elindul. Hát most egy sokkal egyszerűbb játékot hoztam. Ó, nem tudom, csupa játék az ismered? A mai kísérletezés. Hát én úgy érzem, hogy ezt is, ha már a forgásnál tartunk, akkor ez is egy forgás, kapcsolatos kérlek, kísérlet lesz. Meg, ahogy megbeszéltük. Nézzük is meg, akkor meg is forgatnám ezt a kis szerkezetet, és csendben maradok. Egy darabig nem történik semmi. Jó, most akkor egy kicsit álljunk meg. Tulajdonképpen sem ez a mikrofon, sem az a mikrofon, nem biztos, hogy hallottuk, de ott a videokamerában is van egy mikrofon. Igen, és tulajdonképpen, amit ebből érdemes tudni, hogy a forgatás révén, amikor elkezdjük forgatni, akkor egyszer csak a tengelye körül ez így elkezd így forogni. Így. És hát ez akkor a levegőt. Levegőt megszaggatja, és ebből lesz egy ilyen rettenetes búgójáték. Tudod, jó. Én mit szoktam mondani, hogyha ilyet játszik valaki, csak a csillár alatt játszom vele. Igen, ami biztos, hogy a családi béke az megmaradjon. Na, igen. Viccet félretéve, akkor ezeket szerintem tegyük el. Közben hoztam még egy játékot. Ha már játszunk, akkor fejezzük be is rendesen. Ez egy úgy hívják, hogy helikopter modell, és ez a helikopter modellünk, ez úgy fog kinézni, hogy vannak nekünk helikopter rotorjaink, ez úgy működik, ha belefújok, akkor lehet látni, hogy a cső az ezen az irányban halad, és utána ebbe az irányba fog kilépni a levegő. Van nekünk egy forgó részünk, erre a forgó részre kell föltenni ezeket a részeket, ígyni, pillanat. Csak aztán tényleg jó kell fölrakni, különben nem fog jól működni. Az első részén túl vagyunk, ígyni. Na most, nekünk még egy léggömb kell hozzá, tehát ez fogja adni az energiát. Tehát ezt ide rá kell húzni. Igen. Szépen ráhúzzuk.
És most föl kell húzni. Az az igazság, hogy ezt most kivételesen el kell döntenünk, hogy melyikünk fog belejátszani, mert a járványügyi dolgok miatt. Így van, vigyázzunk. Míg Karcsi felfújja a lufit, addig én fogok. Arról beszélt Karcsi, hogy adjuk az energiát, most Karcsi így a levegőbe is tulajdonképpen ez fogja adni ennek a kis szerkezetnek az energiát. Hoppá. Nem az igazi, picit fog meg, vicces. Szépen ide ráhúzzuk. Így, na, hogy előbb-utóbb. Az első indítás nem volt sikeres, jelentem. Próbáljuk ki még egyszer. Itt, amit láthattatok, az történt, hogy ezen a kis lyukon keresztül itt a lapátok felé el tud áramlani a levegő, és tulajdonképpen ezeken a kis szívószál-szerű rudakon kiáramlik a levegő. Ennyi. Na. És működteti a helikopter modellünket. Hát, tudod, mit fogunk csinálni, Nóra? Én most már látom. Fogunk, keresek én magamnak valamit, és összeteszünk két darab léggömböt. Két darab léggömbnek nagyobb lesz a levegő kiáramlása. Tehát ezeket megpróbálom én egymásra húzni. Azt nem akarom elhinni, hogy nem akar ez egy centit se emelkedni, csak süllyedni, de azt is csak lassan. Tehát valahogy majd csak megoldjuk. Na tehát akkor két léggömb van most így egyik a másikban. Ennek a felfújása, azt vegyük le szerintem. Ennek a felfújása kicsit talán nehezebb. Tényleg nem egyszerű, de majd mindjárt megoldjuk. Hopsz. Na, ez nem lett jó. Jaj, nekem! Elébb-utóbb majd csak meg felszállunk, addig nem megy senki az, ami nem látja. Mi? Így gondoltad te is? Hát kíváncsi vagyok, hogy... Na mindegy, hát ha nem jön össze... Akkor van egy következő, az is léggömbös, tudod? Így van. Na. Így, mi? Egymásba dugjuk a két léggömböt. Jó. Na most már csak rá kell kötni. Ezt így az ujjammal ide fogom. Egyik ujjammal megszorítom, a másik ujjammal rákötöm. Úgyni. Na azért. Na, tehát akkor ez volt a szuper helikopter. Tulajdonképpen valaki megkérdezi, mi köze van ennek a fizikához. Tudunk neki mondani valamit? Hogyne. Szerinted hát ebben csupa fizika van igazándiból. Hány résznél lehetne ezt elmondani? Hát nagyon sok. El lehet mondani a forgómozgásnál. Akár, igen. El lehet mondani a rugóban, gumiban tárolt energia. Ugye? Így van. Aztán a fölhajtó erő, ugye, mert ezek a lapátok azok pontosan megadott szögben vannak. Tehát igen. Azért akárhogy is lehet. Áramlási. Gyerekjáték nincs fizika nélkül. Tudod, mit mondok a neked? A legjobb játék. Várj egy kicsit. Van itt, igen? Egy tűzoltóautónk. Ezt tudod, ennek mi a titka? Ezt kérlek szépen, az egyik előadásunkon, ha minden igaz, 2 éve gyereknapkor itt maradt. Oh. Két dolgot tud. Az egyik, ha megnyomjuk, akkor szirénázik, de tud még villogni is. Azt jelzi, hogy a gazdája esetleg, hogyha látja, vagy valaki tudja, hogy ki a gazdája, szívesen visszaadnám neki, mert hát az az igazság, hogy biztos, hogy aki elhozta, az nagyon sajnálhatta. Biztos, hogy hiányolja. Itt a következő eszközünk, bár csak ehhez még jár valami, nézzük csak meg, hogy pontosan mi is ez. Így van. Ez is egy léggömb. Ez most ebben egy másik is... fajta léggömb, ugyanis ez egy ilyen hosszúkás léggömb. Te is fúj egyet, meg én is fújok. És addig, amíg fújok, addig csöndbe vagyok. Addig tudsz beszélni. Igen. Károly mellett mindig nehéz volt kísérletezni az egyetem alatt is, mert olyan jó történeteket tud minden kísérletről. De bizony ennél a kísérletnél is, hoppá, próbáljuk még egy újabb lufival. Ennél a kísérletnél is hasonlóan az előzőhöz, ugye a lufi anyagában, a gumiban tárolt energia, és tulajdonképpen az a levegő, amit befújunk, ez az, amit kihasználunk, és ez fog kiáramlani majd a lufi végén. És hát az áramló levegő és a lufi szájának a találkozása, az tulajdonképpen egy érdekes jelenséget fog eredményezni. Mindjárt fogjátok is látni, és nem lövöm le a poént.
mi az... Hoppá! Ezt nem hiszem el. Talán lehet, hogy egy kicsit jó. Kisebbet fújjunk. Hát lehet. Az a helyzet, hogy... Na nézzünk egy ilyen... Tehát a lufi szája és a kiáramló levegő fog találkozni, és hát akkor míg fújod, lelövöm a poént, hogy a lufi száját ne fogja mozgatni így a kiáramló levegő, és tulajdonképpen ez az a mozgás, amiből majd fogunk tapasztalni valamit. Igen. Mégsem egy dolgot elmondok, addig is, amíg zavaromba itt nem tudok már, második felrobban. A léggömbnek van egy érdekes tulajdonsága, ezt mutassuk meg, hogy a léggömbnek a vége az ilyen gyűrű alakú. Gyűrű alakú, igen. És ez a gyűrű alakú tartja nyitva a léggömböt. Ettől lehet könnyen fölfújni. Amikor mi föl akarjuk fújni ezt a léggömböt, nekünk a végén nincs ilyen gyűrű. És ez azért van, mert itt, azt, amit érdemes megnézni, figyeld Nóra, hogyha én elengedem a levegőt, igen, ez volt az, amit nem akartam lelőni. Igen. Mi történik, hogyha a levegő és a léggömb szája találkozik? Itt tulajdonképpen ez a hang keletkezése, amit be lehet ezzel a léggömbben nagyon könnyen mutatni. És ugye? Még egy dolgot tud, ez a leglényegesebb az, hogy nem lesz olyan nagyon gyors a kiáramlás. Tehát sokáig fog ez a léggömb repülni. Fönn van 7,5 méter magasan, és most jön vissza. Most akkor te jössz, addig én hozom, mert... Na, pont beleesett a cseppfolyós nitrogénbe. Úgyhogy elárultunk a következő témakört. Azt hiszem, hogy felkészültem, és elengedem a... Hoppá! Egész hosszú utat járt be az én léggömböm. Igen, elment a terem másik végébe, ezt is indítsuk el, megpróbáljuk elindítani, hogy... A szégyenlében bebújt a tábla mögé. Na mindegy, szóval ez is megvan, ez a léggömb, ez egy léggömb rakéta, ha úgy vesszük, és ez a léggömb rakéta megtanított megint csak arra, hogy a befújt levegőt össze kellett nyomni, ugye ez munkavégzés kell. Így van. Ezt a munkát átmenetileg segítette növelni a léggömbnek a külső része, tehát tiszta energetika az egész. Így van. És hát a hangról se feledkezzünk meg. Hát igen. Igen. Minden esetre most nézzünk egy olyan kísérletet, ami egy elgondolkodtató. Itt van két edény, hogy könnyű legyen róla beszélni. Mert azt mondom, hogy a jobb oldali, az nekem a jobb oldali, de a kamerában az éppen a bal oldal. Tehát az a lényeg, hogy a jobb oldaliban van víz, ezt szépen idén átöntöm, így. És akkor ez azt jelenti, hogy most a pirosból átöntöttem a kékben. Vagyis a kékben van a víz. Vissza kéne rakni, de most már nem szabad sem ezt megérinteni. Neked van ötleted? Hát így elsőre nincsen. De... Meg nagyon egyszerű, egy üveggel kell. Egy üveggel. Igen, végül is. Az a helyzet, hogy ugye én letettem egyszer az üveget, és egy kisrác azt mondta, hogy csináljuk azt, hogy a dugót bevártjuk ide, így, akkor ez vizes lesz, és oda belerázzuk. Kicsit sokáig tart, de jó megoldás, ez egy jó megoldás. Tökéletes, hát ez hibátlan, nem kell hozzá megoldás, mozgatni, ugye? De az a helyzet, hogy van én nekem egy ravasz trükköm. Itt van ez a pezsgős üveg, szépen ezt ide belerakom. Kihúzzuk a dugót, igen, visszadugom a dugót, így, és akkor fogom, átrakom ide, kihúzom a dugót, mert ugye amikor kihúzom a dugót, akkor mehet be a víz, nem? És amikor kihúztam a dugót, akkor itt van benne a víz. Most az a kérdés, hogy van benne víz, vagy nincs benne víz. Hogy van-e benne víz, az rögtön megmutatja Nóra, mert hogyha ebben van víz, akkor át tudjuk önteni. Ide öntsük bele, Nóra. Hát az a legegyszerűbb dolog. Ez egy kicsit és több, van benne a víz. Ez egy kicsit több annál, mint a dugónak a felületére fér. Hát igen, ez trükkös volt. Elmondjuk. Hát mondjuk el, be, mert mi nem sem varázslók nem vagyunk, sem parafenoménak, sem bűvészek, hanem én csak egy egyszerű fizika tanár, te pedig egy adat halász.
akár azt ezt azért is lehet nem mondani. Azt kikéred magadnak, mi? Így, adatelemző, adatbányász. Jó, tehát akkor az a lényege, de hogy... Nem csalunk és nem ámítunk, ugyanis ez a palack nem egy hagyományos palack. Bocsánat, még nem mondtam. Tudod, mit fogunk csinálni? Átrakjuk így, bedugjuk. Hát ugye ez volt az első lépés, de mindenki értette, nem? Nem így volt? De akkor most szerintem tegyük oda fölé, és húzd ki a dugót. Rendben. Jó? Jó, úgy? Ez egy nagyon trükkös palack, ahogy így láthatjátok is. Ugyanis a palack alja szépen le van vágva, és kamerának is mutatom, egy kis szűrő van ráragasztva, úgyhogy szépen ezzel át tudtuk emelni a vizet az pontosan egyik, elmondjuk? Egyik mondjuk el. Másikba. Hát mondjuk jó, el. Tehát akkor, amikor ezt betesszük, akkor itt a víz kiszúr, már pillanat, ezen a részen beáramlik a víz. Így van. Bent bedugaszolom. Van. Bedugaszoljuk. Így jó alaposan. És amikor most kiemeljük, akkor az itt keletkező légnyomás különbség és a felletti feszültség bent tartja. Amikor oda tesszük a másik fölé, és ott kihúzzuk, akkor viszont akkor könnyedén kitudott. Így van. Tehát egy ravasság, van is mi van, természetesen fizika. Na jó, akkor szerintem én ezt elrakom, és akkor nézzünk egy következő téma után. A téma az utcán hever, mivel ki? Tudod mit? Kicsit optikázzunk. Jól van. Jó, én hoztam lézereket, és hát nézd ide, háromfajta lézert hoztam. Hoztam pirosat, hoztam zöldet, és hoztam kéket is. Na, kéket is, úgy is van. Szépen. Na most, mielőtt, ezekben a lézereket, csak hozzad nyugodtan, ezeket hozod. Én szerettem a világot szépnek látni. Nem tudom, mi látszik ezen a szemüvegen. Nagyon jól nézel ki benne, Kár. Tudod, mit tud ez a szemüveg? Nem fogod elhinni. Ez a szemüveg? Kérlek szépen, hogyha ezt a szemüvegen keresztül nézem a világot, akkor nagyon furcsa dolgokat lehet látni. Mert megmutatom neked is. Vagyok. Mint a moziban? Na, nagyon mit le? Szép, gyönyörű. Zseniális, ugye? Gyönyörű, na, megmutatjuk nekik is. Mutassuk meg a nekik is. Az a helyzet, hogy... hogyha ebbe az irányba szépen átvilágítjuk, itt valami látszik, de nem túl jól, vigyázz csak egy kicsit, mert oda, megbeszéltük az előadás elején, hogy oda, bocsánat, oda. Jó, tehát akkor itt van a fényfolt, megvan, elé teszem a szemüveget, és akkor szerintem mindenki jól látja, hogy megjelenik két szívecske. Nóra is ennek örült, meg én is ennek örültem. Természetesen, hogyha zölddel világítjuk át, akkor két zöld szívecske fog megjelenni. Az a helyzet, hogy ez egy... Ez egy diffrakciós rács. Ez egy diffrakciós rács, de valójában aki megveszi, ki, szerinted hány ember gondol arra, hogy ez egy diffrakciós rács, hiszen szíveket lát. Igen. Tehát ez azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel a... fizikával még örömet is tudunk okozni. Nem? Nagyon jó, igen. Jó, akkor megint egy olyan kísérletet hoztam, ami elvégezhető otthon is. Lézerre nem biztos, hogy van mindenkinek, de igen, kezdjük de el. Keresünk egy itt mobiltelefont van az akár, ezzel is azt lehet. Azt már kikészítettem, tehát az első az lesz, hogy itt van ez egy, mondjuk el, hogy ez nem más, mint egy ragasztó pisztolynak a betétje. Ez egy ilyen forró, tehát egy olyan pisztoly, ami ezt megmelegíti, és egy folyadékként, egy forró folyadékként jön ki, és azzal lehet ragasztani. Így van. Ennek a molekulájáról azt tudjuk, hogy viszonylag nagy molekulák, éppen ezért nagyon jól szórják a fényt. Fényszóró centrumok lesznek. Hát akkor bekapcsoljuk. Nézzük is meg, hogy mi történik, hogyha... Várj kicsit, lekapcsolom a villanyt, mert ehhez a kísérlethez talán szerencsésebb, hogy egy picit sötétbe vonulunk, vagy sötétebbe vonulunk. Így. Nos, tehát hogyha most belevilágítunk ebbe a... Meg kell csak nyomni. Akkor azt hiszem, nagyon szépen látszik, hogy körülbelül idáig elérkezik a piros színű fény. Igen, nagyon szép. És... Hát ugye az történik, hogy bejön a fény, igen, és szórja a fényt. Így van, hát a nagy molekulákon szépen szétszóródik. Nézzük meg a többi színt is. Nézzük meg a többi fényt. Ez a vörös volt, most ez jön a zöld. És azt, az ujjamat ott jól... hagytam, ahol igen, még a vörös ameddig elért. Nézzük meg, hogy mi történik a zölddel. Hát a zöld csak idáig ért el. Talán odarakom a másik ujjamat is. Na és akkor én hozom a kék színű lézert. Jövök ide. És akkor megnézzük, hogy a kék meddig jut el. Hát az csak idáig jutott el. Na, tudod, én azt gondolom, hogy ez egy zseniálisan jó kísérlet, csak az a kérdés,
Mindig fölmerül a fizikában, mindig a fizikában fölmerül, hogy és miért tanuljam én meg a fizikát, miért jó ez nekem, hogyha tudom, hogy mi történik. Hát ugye először is most tél van, és most az utóbbi időben jó párszor volt köd. És akkor a köd hasonlóképpen viselkedik, csak ennek a ragasztónak van egy olyan tulajdonsága, hogy ezt néhány centiméterre tudja lehozni azt, ami a ködben megtörténik. Mit láttunk? Azt láttuk, hogy volt három különböző hullámhosszú fény, volt a vörös, a zöld és a kék. Melyik ment a legmesszebb? Hát a vörös. A vörös ment legmesszebb. Hát nem hiába a vörös színnek, ugye az autókon a... Igen. Na most azt kell látni, hogy az autókban természetesen nem lézerek világítanak, legalábbis egyelőre még semmiképpen el lehet mondani, hanem fehér színű fények vannak. Én hoztam egy telefont, ennek a telefonnak a segítségével csinálunk egy ilyen lámpát. Ebbe megbeszéltük, hogy függőlegesen betesszük, és akkor szerintem nagyon szépen lehet látni, hogy ezen a részen itt a kék található. Ettől a résztől eddig a részig jön a sárga, itt egy picit van egy rész, ahol a zöld, és utána pedig a vörös, és itt befejeződött, körülbelül abban a távolságban, ahol a vörös színű lézer is elért. Tehát tulajdonképpen az arra lehet megtanítani minket, vagy azt tanulhatjuk meg néhány centiméteres távolságon belül, hogy a fényszóródása, hogy frekvenciafüggő, ugye ezt így szoktuk mondani, még akármennyire ijesztő ez a szó, hogy frekvenciafüggő, minél nagyobb a frekvenciája, annál jobban szóródik, éppen ezért ne csodálkozzon senki, hogyha a ködlámpákhoz, legalábbis régebben azt ajánlották, hogy kadmium sárga lámpát használjunk, mert ezek a lámpákból hiányzik a kék, és éppen ezért a visszaszórása, tehát igazából amikor megy az ember a ködben, az a jó, hogyha a szóródó fény nem verődik vissza a szemébe és messzire eljut. Na, tulajdonképpen a sárgával ki tudjuk vonni a kéket, mert a kettő egymásnak komplementere, és akkor nagyon jól tudjuk a fizikát hasznosítani még az autó közlekedésbe is. Na, ezt megpróbálom kikapcsolni, ezt a zseblámpát, és fölkapcsolom a nagy villanyt, addig keresünk magunknak valami mást. Mit keresünk, Nóra? Ki van készítve egy csomó minden? Rengeteg kísérlet van, talán nézzünk. Lehet, hogy a nézzünk nitrogén felé. Nézzünk egy kis hideg kísérletet. Most én azt fogom csinálni, hozom a cseppfolyós nitrogént. Látszik is, hogy Karcsi ebből a nagy tartályba kijönti. Ez egy tényleg egy folyadék, és olyan gyönyörű szépen, talán reméljük a felvételen is látszik, hogy így gőzölök, tulajdonképpen a levegő páratartalma kicsapódik itt a nagy hideg miatt. Ezt az anyagot, ezzel nagyon sokat találkozunk egyébként, ugye hétköznapjainkban is, a nitrogénnel, ugyanis a légkörnek a 78 térfogat százaléka az tulajdonképpen nitrogén. Viszont most nem a köznapi állapotban, nem gáz formájában fogunk vele találkozni, hanem így egy folyadék formájában. Ugyanis ezt a nitrogént nagyon lehűtve, tulajdonképpen cseppfolyósítani tudják, és ezzel a cseppfolyós nitrogénnel fogunk most kísérletezni. Mutassuk meg a cseppfolyós nitrogént, én hoztam egy edényt. Hogy néz ki? Ez egy üvegből készült edény, ami most még szobahőmérsékletű. Ha beöntjük a cseppfolyós nitrogént, akkor a cseppfolyós nitrogén, mivel hogy ő jóval hidegebb, mint a szobahőmérséklet, mínusz 196 Celsius fok, ezért most egy hőcserélődést találunk. A nitrogén melegszik és forr, az üvegedény az pedig hűl. És hát ugye amikor a kiegyenlítődés megtörténik, ugye a hőmérséklet az egy kiegyenlítődő. Igen, akkor egy kicsit a forrás alábbhagy. Az alábbhagy, hát most még egy picit még nem hagyott alább, addig én hozok talán még egy kis másik léggömböt, és igazából az elsőként azt fogjuk megmutatni, hogyha lehűtünk egy léggömböt, amiben levegőt zárunk be. Akkor mi fog történni? Itt van a léggömbünk. Igen. Jó. És hát ez egy jó fogyókúra tulajdonképpen. Károly belehelyezi a léggömböt ebbe a folyékony nitrogénbe. Öntünk is rá. Öntsünk is rá. Egyébként ez a fogyókúra, ez egy igazi látványkúra, mert a súlyú, vagy a tömege nem lesz kisebb, csak a térfogata. Így van. A lufiba bezárt levegő, ugye a hőmérséklet. Gondolkodtál azon, hogy
egy olyan magamfajta ember, mint aki jó korpulens, nem olyan kis vékony, mint te, hogy nem azért panaszkodik, hogy nem az a baj igazából, hogy túl nehéz, hanem inkább az, hogy túl nagy a térfogata, nem? Ki a fenét érdekel a nehéz, hogyha a térfogata nem lenne kicsi, hm? Vagy nem lenne nagy. Na, tehát most sikerült kihűteni a cseppfolyós nitrogént. Adjam? Vagy így megmelengetjük. Ugyanúgy benne van, nagyon jó hideg. És hát amit lehet látni az, hogy a levegő, ugye hideg hatására lufiba zárt levegő, az tulajdonképpen térfogata jelentősen lecsökkent, olyannyira lecsökkent, hogy szinte alig látszott a kezünkben a lufi, és most, hogy szépen felmelegedett, a lufi visszanyerte az eredeti alakját. Igen. Hallhatták ezt a csúnya recsegését ennek a léggömbnek. Mutassuk meg, hogy ez mit is jelent pontosan. Keresek egy másik léggömböt, és egyébként a léggömbről elmondhatjuk, hogy az anyaga latex. Én gumiszerű. Meghúzzuk, elengedjük, és akkor visszakapja az eredeti alakját. Ez azt jelenti, hogy rugalmas az állapotváltozása. És azt kell mondani, hogy az erőhatás megszűnte után visszakapja eredeti alakját, ugye, ahogy a tankönyv írja. Ha most fölfújnánk, az egy másik dolog, de most nem fel fogjuk fújni, hanem szépen ide beleteszem. Ide betesszük a cseppfolyós nitrogénbe. Hoztam én ide egy ilyen szívószálat, ennek segítségével le tudjuk egész mélyre nyomni. Tehát ott van lent a cseppfolyós nitrogén alján, vagy a közepén, az aljához közel. És akkor most ezek után öntsük ki. Szedjük ki a cseppfolyós nitrogénből, és próbáljuk meg megint alakítani, és akkor ahelyett, hogy meg rugalmasan állapotva. Az ahelyett most egy szinte szilárd lett ez a léggömb. Ha most fogja az ember és megmelengeti a léggömböt, egy darabkáját, úgy is mondhatnánk, hogy kézmeleggé tesszük, akkor meg tudjuk mutatni, hogy megnyújtom, és visszakapja az eredeti alakját. Tehát lehet, ismét visszakapta. Igen, félelmetes dolgokat. Mi az, amit meg tudtunk ezzel mutatni? Hát, hogy milyen félelmetes dolgokat művel a hideg tulajdonképpen. Bocsánat, leesett a mikrofonod. Köszönöm. Azt tegyük vissza, mert nem lesz hallható. Okay. Így van. Na, tehát szuper. Igazából, ugye a fizikában mit szoktak mondani, főleg a kisgyerekek? Hát, hogy ez egy varázslat. Nem. Azt mondják, hogy a rugalmas, tehát a guminak a tulajdonsága megváltozott. Nem? Megváltozott a guminak a tulajdonsága. Megváltozott? Hát nem. Hát én azt gondolom, hogy a főmérsékletről, ugye azt tanítottuk nektek sokáig, hogy az egy állapot határozó, és hogyha megváltozik a hőmérséklete, megváltozik az állapota, a rugalmasból rideg törékeny lesz. Tehát tulajdonképpen nem a tulajdonsága, például tulajdonsága az, hőmérséklet változó. Tulajdonsága az, amely például sárga, mert az még hidegen is sárga volt. Így vagy van. Például a vastagsága, az is egy, mondjuk ennek az anyagnak, tehát ugyan kisebb lett a mérete, de tulajdonképpen az alakja nem változott. Tehát azt is mondhatnánk, hogy az állapot határozókkal kapcsolatosan mutatunk be egy jó kísérletet. Azt is meg lehet mutatni, hogy a léggömbről tudjuk, hogy nagyon sok gáz kell ahhoz, hogy fölfújjuk. Az előző léggömbnek a felfújáshoz 6-8 liter levegő kellett. Azt is megtehetnénk, mert ugye a cseppfolyós nitrogénből nagyon sok gáz keletkezik. Nézzük csak meg, cseppfolyós nitrogénből sok gáz keletkezik. Itt van a cseppfolyós nitrogén. Mi azt tanítottuk annak idején, hogy a halmazállapot változáskor a cseppfolyós nitrogén egy literjéből durván 1800 liter normál állapotú gáz keletkezik. Az nagyon sok. Ez nagyon sok. Egy literből 1800, és akkor arra is gondoltam, mi lenne akkor ebbe a léggömbbe, megnézem, hogy nem lukas, tennénk egy kis cseppfolyós nitrogént, nem sokat, és majd amikor elforr, akkor fölfújja nekünk a léggömböt. Szuper, na, nagyon mit szólsz jó. Hozzá? Nézzük meg. Öntünk bele egy kis cseppfolyós nitrogént, ott van benne. Igen. Ha megnézzük, akkor lehet látni, itt az a gőz ott jön kifelé. Akkor én most ezt itt szépen bezárom, és akkor elkezdjük melengetni. Kicsit meg is süketültünk. Szerencsére van a másik oldalon a kamerák, tehát az előadás nézőknek, mert a mikrofon ekkora hangot nem tud átvinni, hál' Istennek. De minden esetre azt látjuk, hogy a cseppfolyós nitrogénnel megpróbáltuk fölfújni, sikerült is egy darabig, csak aztán a cseppfolyós nitrogén lehűtötte, ridegé, törékenyítette, és ennek eredményeként
Ennek eltörött és fölrobbant. És ugye, mivel ugye a nyomáskülönbség sokkal nagyobb volt, mint amikor csak addig folyjuk a lufit, míg eldurran, ezért baromi nagyot is durrant. Na jó. És hát akkor szerintem a kedvenc kísérleteim következnek. Így van. Karcsi, Itt két palackot hozok nektek, és szeretném bemutatni. Először az elsőben fogunk kísérletezni, amiben tulajdonképpen be lehet dugaszolni egy kis cseppfolyós nitrogént. Töltsünk is a palackba egy kérdés. Előbb nem volt elég bedugaszolni? Tessék? Próbáljuk még ki, még egyszer próbáljuk egy kicsit. Mindenki jól megláthatja. Ugye a Karcsi példájában és a Luffy példájából tanulva. Majd szeretnék mutatni valamit, majd nézed azt, hogy mikor bedugod, mi történik a forrással. Jó, szuper. Nézd csak meg. Abba maradt a forrás, látod? Igen. Teljesen igen. Abba maradt a forrás, mert hogy a forrás az nem csak a hőmérséklettől, hanem a nyomástól is függ. Hoppá, jó, bocsánat. El is kaptuk. Akkor és hát ahogy a Luffy példájából is látszott, hogy a folyékony nitrogénből folyamatosan keletkezett a gázhalmaz állapotú dugjuk nitrogén, be. És a nyomás jelentősen megváltozott. Megint elmondhatjuk, hogy nem for, nézd meg, látod, igen, nem for. Így van. Hoppá. Megpróbálom elkapni jobban. És hát akkor a nyomás lett itt a palacban, hogy egyszerűen felrepítette ezt a dugót a levegőbe. Ez egy nagyon szuper ágyú, amit igen, csináltunk. Most azért egy dolgot azért megint csak lássunk, hogy mennyi helyen, hány fajta energia van itt. Hát rengeteg. Össze, számoljuk ugye, már össze. Igen, igen. Hát ugye van egyszer ugye a nyomás, igen, ami itt benne van a palacban. Illetve ugye itt a helyzeti energia. Tessék. De szerintem csináljuk meg, hát azért a kísérletektől elvárjuk, hogy megismételhető legyen. Hogyne. Na, igen, tehát akkor megvan a nyomás. Így van. Ugye a nyomás és a térfogat szorzata az éppen az energiát így ad. Így van, energiamértékegység. És a nyomás szor térfogat, hoppá. Minél jobban bedugod, annál magasabbra meg. Várjál csak. Ha most sikerül úgy benyomni, akkor esetleg itt robban föl, de hát reméljük, kockázz, hogy nem lesz bajom. Na, figyeld! Igen, ezek látod? Olyan kísérletek, amiket otthon nem lehet, és nem is szabad kipróbálni. Hát, jobb, ha nem próbálkozik az ember, én mindjárt segítek ennek a dugónak, hogy egész biztosan hoppá kimenjen. Azért most majdnem 7 méter magasra fölugrott. Mindjárt jó, megkapjuk a dugót. Szuper! Megdolgoztatjuk az operatőrünket is. Dobjad? Hopp, köszönjük szépen. No. És hát akkor, ha már egy ilyen jó szuper ágyút csináltuk, bocsánat, akkor mit gondolnál? A nyomás energiából lett mozgás energia, mert ugye itt nagy sebességgel ugrott el a dugó. Így van. Ugye ott az pedig 1-2 emszer V-négyzettel számoljuk. Szuper, és aztán emszergészerhá. Emszergészerhá. És miből lett mindez? Tedd rá a kezed? Jó hideg, lehűtötte a környezetét. Tehát mindenképpen ezt lehet mondani. Na, hogyan folytatjuk tovább, emlékszel? Na, akkor tessék csinálni. Még vannak emlékeim, a kedvencem. Akkor, hát nem is tudom merre felé. Nyugodtan, fölfelé. Jó, jó. Tehát a dugó legyen legalul, függőlegesen állítsuk be. Úgy. Megyek, megyek. Maradj csak, és meséld el, mit is láttunk pontosan. Szuper. Hát, ha most az előbb egy ágyút csináltunk, akkor ez most egy rakéta volt. Itt tulajdonképpen megfordítottuk a dolgot. M-szer-G-szer-H a képletben. Most a tömeget jelentősen lecsökkentettük. Ugye nem a nehéz dugó repült fel a magasba, hanem ez a pillekönnyű palac, ami tulajdonképpen még magából a nitrogént is kezdte, egészen hideg is lett a... Igen. Én úgy szoktam első most újabban bemutatni, betesszük a dugót, így leteszem, és az asztalon fog menni a cseppfolyós nitrogén. Érdemes megnézni. Na, ilyenkor szoktak a gyerekek, ha itt vannak, nagyon örülni nekünk. És igen, hát igen. Örülnek ennek a kísérletnek. Na, az a helyzet, hogy azt már láttuk, hogy az energia egyik másikából hogy alakul ezen kísérlet hatására. Van még egy olyan kísérletünk, ami még ennél is nagyobb népszerűségnek szokott örvendeni a gyerekek között. Ezt csak azért hozom, mert hogy a nitrogén ne nagyon folyjon szana szét. Tegyük be ide az edényünket. Szuper. Így mi. Ez most annyiban különbözik, hogy itt a palac dugóját egy ilyen üveg szál fúrja át, és ezzel fogjuk bedugaszolni majd így a következő palackunkat. Most érdemes teljes egészében telítöltjük a cseppfolyós nitrogént. Még egy dolgot érdemes megnézni, hogy most megint látjuk, hogy nagyon szépen for. Befogom, és abban a pillanatban elmarad a forrás. Szerintem ezt mindenki jól látja.
hagyom, egyre nehezebb ám tartani, már majdnem, hogy remeg a fejem, és egyszer csak elkezd forrni. Megtehetjük még egyszer, hogy megmutatjuk. Bezárom, csiribú csiribá, ha most én egy olyan napom lenne, akkor mondanám, hogy én a varázsló, a mágus vagyok, a kezemnek az aurájától nem forr a nitrogén, de ha elveszem, akkor pedig azonnal elkezd forrni. Igen, nyomás és a tehát íme itt van. Na, akkor dugjuk be a dugót, vagy egy kicsit, egy egész szerintem kicsit. Ezt a gyakorlott kezeidőzom. Csináljam én? Jó. Igen. Tehát itt igazából azt, hogy betesszük ezt a csövet, és ez a cső nagyon hevesen forrásba hozza a nitrogént, és a nitrogén nagy forrás eredmény, nagy mennyiségű gáz keletkezik, és ez a gáz fejlődése kinyomja az egész üvegnek a tartalmát. És azt hiszem elmondhatjuk, hogy ez a fizikusok klímája, ugyanis nagyon jó hűs lett itt a levegő körülöttünk. Igen. Egészen lehűtött. Na jó, hát akkor tulajdonképpen ez is megvan. Van nekünk még egy másik hideg anyagunk. Ne feledkezzünk meg arról se. Ne feledkezzünk meg róla. Hogyha már nitrogénnel játszottunk, akkor ez egy másik érdekes dolog. Ez most nem egy folyékony anyag, hanem úgynevezett száraz jég. Talán dobok ide párat ki az asztalra. Így látszik is, hogy ez egy kis száraz ilyen kis pasztillákat lehet vásárolni. És hát, hogy mi ott tud ez a száraz jég, ezt megmutatnám ezekben a lombikokban. Várjál, Nóra, én hoztam egy edényt, ebbe öntsük át, így jobban meglátjuk. Szuper! Tehát a száraz jég, ugye íme széndioxid formájában. Így van. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen száraz anyag, és hát pakoljuk is be a lombikba, azt hiszem, Károly. Mielőtt nyugodtan pakoljad, én csak közben hozok egy kis vizet. Jusson ebbe is. Szuper. Az a helyzet, hogy Nóra most a erőlmeyer lombikokba tesz száraz jeget. Ugye a száraz jégről azt mondják, hogy tilos kézbe fogni, persze ez a fizikusokra nem vonatkozik soha. Meg a kémikusokra se. Szabad egy picit? És ezt maradékot tegyük be oda. Oda öntsük bele. Lássuk azt, hogy a száraz jég is tud izgalmasan jó kis látványt produkálni. Igen. Illetve hát, hogy mi ez a száraz jég, és hogy mégis hogyan működik, azt pedig szerintem ezekkel a lombikokkal fogjuk tudni nagyon jól megmutatni. Adok neked is egyet, meg nekem is. Nem mondjuk meg, hogy mi ez. Jó, ez jó. Micsoda? Ez egy gázfejlődés jelző detektor. Ugyanis, ugyanez a száraz jégről azt kell tudni, hogy attól hívják száraz jégnek, hogy nincs folyadékhalmaz állapot normál állapotban. Tehát, hogy addig, amíg a légköri nyomás akkora, amekkora itt a Földön szokott lenni, a száraz jégből nem jelenik meg szilárd halmaz állapot mellett, csak gáz. Folyadék nincs. Na most, ez azt jelenti, hogy a száraz jég, ből keletkezik egy gáz, a széndioxid, amit nem látunk. Így van. És éppen ezért aztán ki kell valamivel mutatni, és ehhez kell nekünk ez a gázfejlődés jelző detektor. Ezt a gázfejlődés jelző detektort én fogom ráteszem, ide így, ígyni, és hogyha a gázfejlődés jelző detektornak növekszik a térfogata, akkor az azt jelenti, hogy tényleg gáz keletkezik. És hát igazából az a gáz keletkezik, amelyik a száraz jégből keletkezik, vagyis széndioxid. Mit is tudunk a széndioxidról? Hát a széndioxid ugye szaktalan. Az a szén és az oxigénnek egy vegyülete. Tudjuk róla, hogy 44 a molekula súlya. Ennek eredményeként a széndioxid gáz az, mivel sűrűbb, mint a levegő minden komponense, ha itt eleresszük a szobába, akkor a szobának a legalján fog összejönni, és ahogy ez növekszik és növekszik, egyre magasabb és magasabb lesz. Tehát a széndioxid, az ugye tudjuk, hogy az oxigéntől elvonja a helyet, és hogyha elvonja, akkor ott embernek keresni valója nincs, de állatnak se, tegyük hozzá, tehát semmiféle élőlénynek. Úgy is mondhatnánk, hogy a széndioxid szublimációját láttuk, a fizikusoknak mindenféle elnevezésük van, az egyik ilyen a szublimáció, amikor szilárd halmazállapotból közvetlen gáz keletkezik. De ugye azt mondtam, így volt az elébi mondat, ne feledjük el, hogy addig, ameddig ekkora a Földön a légnyomás, addig nem találkozunk folyékonnyal. Ha bezárjuk a száraz jeget, és nem hagyjuk, hogy szabadon táguljon, mint itt a léggömbbe, én hoztam ez egy eszközt, akkor ebben elérhetjük, hogy ez meg is fog olvadni. És ezt úgy kell csinálni. És meg is nézzük most? Meg is nézzük, bizony megnézzük. Keresek nagyon egy szép jó. Nagy száraz jégdarabkát, ez íme itt is van. Ezt én ide bezárom, így.
És megbeszéltük előre, hogy ebbe a tartóba én beleteszem, ígyni, és ezt a tartót, hoppá, már majdnem jó helyen fogtam meg, így ebbe a magasságba emeljük. Ugye jó? Még most nem is himbálódzik. No, tehát akkor gyere ide mellém, és akkor itt nézzük együtt. Amit látunk, hogy ez az edény térfogatában ugyanakkor a végig. Lehet, hogy egy kicsit növekszik, mert nagyobb lesz a nyomás, csökken egy kicsit, mert lehűl. De minden esetre azt lehet mondani, hogy fizikai szempontból, tehát a mi kísérleteink szempontjából teljesen állandónak mondható, tehát teljesen egészen állandónak mondható a térfogata. A szublimáció az ugyanúgy folyik, mint ott. Igen, de egyre mostohább körülmények között, egyre nagyobb és nagyobb lesz a légnyomás. Igen. És egyszer csak azt fogjuk látni, hogy a száraz jég egy ponton, valahol ezen a részen, ahol egyébként is ilyen homályos volt, mert oda lecsapódott a levegőnek a páratartalma, igen, megjelenik a folyadék. Nézd csak meg, már ott mi már látjuk az első csöppöket. Rövidesen a széndioxidból elkezd lefele csöpögni egy folyadék, és ez a folyadék halmazállapotú széndioxid. Ez a széndioxid... Mindezt a nyomás változás miatt. Hát a nyomás változás az egyik fő felelős. Nem tudom, igen, látom. Igen. Tehát itt van fönt a folyadék, ezen a részen, mindjárt letörlöm, hogy mindenki jól láthassa. Ott lötyög, és akkor most az a döbbenetes, Nóra, és most figyeld meg, most elindult ide lefelé. És azt igen. látjuk, hogy ez a lenti rész, ez itt a közepéből buborékok szállnak fölfelé, ezt a fizikában, vagy a mindennapi életben azt mondják, hogy forrásban van. Igen. Ugye? Itt azt hideg jégtömbből pedig csöpög lefelé, ebből még azt lehet mondani, hogy fagyos. És döbbenetes az, ha az ember oda bemászna, és megmérni igen. itt a fagyost, meg itt a forrásban levőt, ugyanazt a hőmérsékletet mérni, de hiszen neked kár mondani, hiszen te tanultál a hármas pontról, és van. Pontosan tudod, mit is jelent ez. És hát most meséljünk valamit az embereknek arról, hogy miért jó ezt ismerni. Hát ugye, amit láthatunk, az nem más, hogy van egy anyag, ami sublimálásra képes, hogy hogyan lehet rávenni azt, hogy megolvadjon. De azt is meg tudnánk mondani, hogy ha lenne egy anyagunk, amelyik nem sublimál, hogyan kell sublimáltatni. Ez itt a nagy dolog, és akkor azt lehet mondani... A halmazállapot változásokról. Igen, a halmazállapot változásokról. Nyomás függése. Ugye, hogyha például valaki megkérdezi azt, hogy hogyan csinálnak... Várjál, kezdjük másonnan. Itt szoktam megkérdezni az embereket, hogy tegye fel az a kezét, aki... biztos abban, hogy a szublimáció okozta örömökben még sohasem volt része. Mondhatnánk azt, hogy kulináris örömökben. Ugye, hogy egy kicsit csavarjunk a dolgon, és akkor azt lehet mondani, hogy természetesen mindenki, hiszen a sűrített tejet, a tejport, a Nescafét, az összes zacskós, por alakú levest, azt mind-mind szublimációval hozzák létre, mégpedig, hogy elkészítik a levest, megfagyasztják, beteszik egy vákuumkamrába, és addig szivattyúzzák a levegőt, amíg el nem szublimál az összes víz, mert lehetne úgy is csinálni levest, hogy addig melegítjük, míg elmegy az összes, csak ahhoz után egy idő után orrcsiptető kéne, mert megégne, és ott büdös lenne. Amit most meg fogunk csinálni, és szerintem nagyon érdemes lesz odafigyelni, az nem más, mint hogy itt van a gázhalmaz állapotú, a folyadék és a szilárd halmaz állapotú száraz jég, és én most engedek ki ebből egy keveset, egy kis gázt, mert ugye itt a tetején van egy szelep, és akkor olyan erősen for, hogy forrás közben meg fog fagyni. Ígyni. Most a figyelmes ember mondhatná, hogy ha, sokkal több lett. Pedig nem igaz, csak a buborékok is belefagytak, tehát az anyag és energia megmaradás törvényével jelentem semmi baj, csak legfeljebb az érzékeink egy kicsit csalódhattak, hiszen elfelejtkeztünk, hogy azok a buborékok, amik forrás közben keletkeztek, azok belefagytak, és igazából, ha most ezt kivennénk, akkor szénsav hó lenne benne, tulajdonképpen meg is mutathatjuk, hogy néz ki ez a szénsav hó. Én eljöttem ide,
közben erre már nincs szükségünk. Közben már egészen nagyok lettek itt a és akkor, detektoraink. Bocsánat, de nyissuk ki ezt a részt, kinyitom, kiveszük a szénsav havat, és akkor lehet látni, hogy ez ilyen porózus alakú, és mindenki láthatja. Egyébként, csak mutatom neked, hogy azt is meg lehet csinálni, az ember fogja, kicsit így meggyurkálja, belőle egy ilyen golyót, és meg lehet dobálni a másikat. Parancsolj. Egyébként ezt tudod, ezt mindig nyitva kell lerakni, úgy nem tud fölrobbanni. Tehát volt úgy, hogy már majdnem fölrobbant egyszer. No, a száraz jégről viszont tudjuk, hogy a hőmérséklet hatására, tehát vagy a melegszik, akkor szublimál. És szilárdból gáz keletkezik, megtehetjük azt is, hogy megfordítjuk ezt a folyamatot, semmi többet nem kell csinálni, csak öntünk alá egy kis cseppfolyós nitrogént, és cseppfolyós nitrogénben pedig jól lehűtjük igazából itt a rendszerünket. És tulajdonképpen azt látjuk, hogy a gázfejlődés jelző detektorunk azt mutatja, hogy eltűnik. Gázeltűnés. Gázeltűnés, igen. Igen, gázeltűnés jelző detektor. Na, minden esetre azt kell látni, hogy ez szépen megy össze. Én annyit szeretnék mutatni, hogy ezt azért fújtuk föl két példányban, hogy én ezt bekötöm. Közben figyeljél és igazítsad a kísérletet. Én ezt megkötöm. És azt kell látni, hogy biztosan sikerüljön. Tehát az a lényeg a dolgoknak, ha valaki emlékszik a kísérlet elejére, beletettük a széndioxidot, és akkor én húztam az időt. Tudod, igen, miért? Igen. Azért, hogy a széndioxidból keletkező, tehát a száraz égből keletkező széndioxid teljes egészében kiszorítsa a levegőt, és akkor most így teljesen egészében el lehet érni, hogy a léggömbünk az úgy béleli ki a lombikot, hogy teljes egészében neki feszül mindenütt a falának. Amit szuper szeretnék ezzel megmutatni, az az, hogy emlékszünk arra, hogy mi történt. Széndioxiddal fújtuk föl, beleteszem ide. Ugye emlékszünk, hogy itt az alján ott a cseppfolyós nitrogén, és kár, hogy nem látják azok, akik odát vannak, de mi látjuk, hogy ott megjelent egy fehéres színű anyag. Hát, hogy fehér, azt nem látjuk, de annyit látunk belőle, hogy zörög, tehát igen, ezt nem látjuk, ezt halljuk. Igen, tehát az a lényege, hogy most azt fogom csinálni, hogy hűtöm és hűtöm és hűtöm, keletkezik a széndioxid szilárd halmaz állapotában, és hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a szublimációt a másik irányba ismét megfordítottuk. Ott van egy olló, kérlek, hozd ide, léces. Szeretném megmutatni, hogy mennyi lett az a széndioxid, ami belefagyott. Így, itt vágjuk el. Úgy, és akkor tulajdonképpen kifordítom én ezt a léggömböt, így. Egyébként, hogyha 6 literre fújódik fel a léggömb, akkor ez éppen 11 g széndioxid. Ugye 44 a molekula súlya, és a 6 liter az a 24 liternek épp az 1/4. Tehát hát egy kis számolás. Egy kis számolás, hogyha ezt ott hagyjuk, akkor nagyjából és hozzávetőleg azt is lehet mondani, hogy szépen majd előbb-utóbb megmelegszik, és ki fog bújni. Én közben előkészíteném, lassacskán el kéne köszönnünk, mert hogy nézem, így van. Akármennyire is jól érezzük magunkat, és reméljük, hogy ott a másik oldalon is jól érzik magukat, az elköszönő kísérletre készülünk. A Van de Graaff generátort ígértük, hát akkor tényleg legyen. Én ezt egy kicsit megsimogatom, mert azért örülnék, ha még mielőtt a Van de Graaff generátort idehoznám, akkor mindenki láthatná. Nézd csak, már jön kifelé, Nóra, kommentáld, és én hozom az eszközt. Nagyon szép, így van, folyamatosan melegszik, és látjuk, hogy ez a lufink sem passzol már teljesen ebbe a lombikba. És figyelem, pillanatokon belül újra itt van a gázfejlődés jelző detektorunk, kipukkant, és szépen növekszik tovább, ahogy továbbra is szublimál a száraz jég. És hát akkor elérkeztünk a Van de Graaff generátorhoz. Azt hiszem, hogy... Igen. Az a helyzet, hogy a Van de Graaff generátorról két dolgot szeretnék mindenképpen megmutatni. Az egyik, hogy a Van de Graaff generátor az egy
elképesztően izgalmas eszköz. Azt kell tudni, hogy a részecske gyorsítók 1.0-ás korában ilyen Van de Graaff generátorokkal tudtak nagyon nagy mennyiségű elektrostatikus töltést létrehozni. Egy picit másképpen néztek ki, de amit érdemes megmutatni, hogy én innen leveszem ezt a meghajtószíjat, tehát a villanymotorról leveszem a meghajtószíjat, és ezt a kézi hajtányt fogjuk működtetni, tehát egyszerűen csak kézzel. És amit érdemes megnézni, fogjad létsz, és tegyük ide így, és akkor én elkezdem ezt tekergetni. És azt hiszem mindenki, alatt tegyük egy kicsit távolabb. És akkor most elmondhatjuk, hogy ha valaki kíváncsi, hogy mekkora feszültséget csinál a Van de Graaff generátor, azt kell mondani, hogy centiméterenként 30.000 volt a levegő átütési szilárdsága, és hát ezt meg kell gondolni, hogyha úgy süssük ki, tegyük oda-vissza, körülbelül 4 ujjnyi az nekem 10 cm, tartsuk ebbe a távolságba, így. Igen. Azt mondja a kisfiam, hogy a Van de Graaff generátornak akkor a feszültségtere van, hogy elmegy a kép. Jó, akkor nem erőltetjük. Azt akartam mutatni, hogy láttunk körülbelül 10 cm-es szikrát. A 10 cm-es szikra az azt jelenti praktikusan, hogy centiméterenként 30.000 volt, akkor 10 cm-szer 30.000 volt, az 300 kiló volt, vagy ha úgy tetszik, 300.000 volt. Persze azt is meg lehet tenni a kérdés, hogy a 20.000 voltos vonat feszültség mellé miért nem szabad oda menni. Ugye, ezt azért beszéljük meg, és mindenképpen érdemes tudni, hogy a Van de Graaff generátor, amikor én a kezemmel ezt így tekergetem, akkor azért több energia nem keletkezik, mint a kezemmel, ami munkát végeztem. Ebből következik, hogy ez nem valószínű, hogy ez a dörzs elektromossággal keltett feszültség, ez bárkit agyonverne. Nem mondom, hogy jó érzés. Azt senki nem mondta, de azt nyugodtan el lehet mondani, hogy nem veszélyes, nem halálos. Most már nem is igen kell a kisütőpálca, hiszen egy olyan kísérleti rész fog következni, amit a takarítónéni kedvencének szoktunk hívni. Azért süssük ki még egyszer, mert ami biztos, biztos. Én ide elhelyezem a konfettit, ígyni, és akkor tulajdonképpen ezzel a kísérlettel köszönjük meg a Mikulás fizika nézőinek a nagybecsű figyelmét, és akkor egy kis szolgálati közleményt szeretnék elmondani. Ugye most, ha véget ér a közvetítés, akkor egy darabig még elérhető lesz ezen a csatornán a Mikulás fizika. Aki meg akarja nézni még egyszer, az kénytelen lesz átmenni egy másik csatornára, a Természettudományi Kar YouTube csatornáját kell keresni. Hát a Műegyetem Természettudományi Karának YouTube csatornáját kell keresni, ott lesz, ezentúl ott lesz elérhető. És akkor, hát akkor köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjük a figyelmet. Hertlen Nóra, Károly. Köszönöm, hogy így meglepetésként eljöttél, és hát bearanyoztad a köszönöm szépen, a jelenléteddel a fizika termet ismét. Hát tavaly is itt voltál. Igen, most már talán a harmadik éve, hogy... Negyedik. Én számolom. Számolom. És akkor, hát akkor nézzük, hogy pontosan hogy is néz ez ki. Arra vigyázz, hogy most nagyon ne beszélj, mert akkor lenyelsz esetleg egy ilyen... Neked már sikerült rész. Is, hogy... Igen. És hát tulajdonképpen ez az elektrostatikus konfetti szórás. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy itt megköszönjük a figyelmet. Viszontlátásra. Szervusztok!